Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Nemrég az uniós tagállamok nemzetközi fejlesztési ügyekkel foglalkozó miniszterei találkoztak, és hogyha minden igaz, akkor ott járt a találkozón az Beth Tristan is, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, akit köszöntök telefonon. Üdvözlet! Jó napot kívánok! És remélem beszámol nekünk arról, hogy miről is szólt ez a találkozó, és hogy függött össze a Hungary Helps munkásságával. Az Európai Uniónak a fejlesztésért felelős minisztereinek a találkozója az egy olyan fórum, amit évente 3-4-szer szoktak megrendezni. Most viszont különleges volt több szempontból. Egyrészt ez volt az utolsó ilyen találkozó az európai parlamenti választások előtt, tehát ennek a bizottsági ciklusnak a lezáró szakaszában tartott az Európai Unió tanácsa egy ilyen témájú ülést. El lehet képzelni, hogy mennyire volt átpolitizált az egyébként sokszor a fejlesztés és humanitárius kérdésekkel foglalkozó tanácskozás. A másik fontos szempont, ez már a mi szempontunk, hogy idén második fél éve Magyarország látja el az Európai Unió tanácsának a soros elnökségét. Tehát a következő ilyen fejlesztési miniszteri Európai Uniós ülést, ezt már mi fogjuk megszervezni. Magyarországnak döntő szerepe lesz annak a napi rendjének a meghatározásában. És hogy elmondjam a hallgatóknak, vagy érzékeltessen, hogy miért volt nagyon érdekes humanitárius fejlesztési, de ugyanakkor politikai szempontból is ez a tanácskozás, ahhoz elmondom azt, hogy milyen napirendi pontok voltak. A miniszterek, illetve én Szijjártó Péter külügyminiszter úr megbízásából voltam ott, tehát az ezért a területét felelős uniós tagállami vezetők megtárgyalták az ukrajnai segélyezésnek a jövőjét. A gázai konfliktus kapcsán a humanitárius és a fejlesztési teendőket, valamint az Európai Uniós szerepvállalást az olyan törékeny, politikailag instabil térségekben, mint a Száhel övezet. Mind a három témának humanitárius és fejlesztési szempontból kiemelt jelentősége van, de mind a három téma lehetőséget adott nekünk magyaroknak, személyesen nekem, és más tagállamok küldötteinek, hogy elmondjuk azt, hogy mit gondolunk az Európai Unió jövőjéről és az Európai Unió szerepéről a nagyvilágban. Megteszi, hogy helyre teszi nekünk azt, hogy egyáltalán ez a nemzetközi fejlesztési ügyek cím szó alatt kikre kell gondolnunk, meg milyen ügyekre kell gondolnunk. Ez mit jelent? Ez a terület azt jelenti, hogy az Európai Unió, mint Európai Unió közösen, valamint abban a tagállamok, milyen elvek mentén határozzák meg, hogy Európai Uniónak a szomszédságában egyrészt háborús válságövezetekben, vagy más humanitárius válságövezetekben, másrészt pedig a fejlődő világban milyen módon járulunk hozzá ott a közösségek megmaradásához. Ez a mi álláspontunk, mi ahhoz szeretnénk hozzájárulni, nem a migrációhoz, hogy milyen módon járulunk hozzá az adott területnek a fejlődéséhez. A gazdasági fejlesztéshez, aminek egyrészt van egy szolidaritási része, tehát a súlyosan nélkülöző régiókban, ahol adott esetben az emberek nem férnek hozzá semmilyen ellátáshoz, és a napi betevő falatért meg kell küzdeni az embereknek egy jövőképe lehessen. Másrészt pedig a gazdasági fejlesztési együttműködés az olyan, amelyik szolgálhatja, hogyha jól csinálják, szolgálhatja a donor, tehát az adományozó, a partnerséget kínáló országnak is az érdekeit, például a külgazdaság és a kereskedelem fellendítésén keresztül. Az Európai Unióban ennek a területnek a megközelítése az kettős, mint más területen is, itt is vannak viták. Ezek sok, van, amikor egészséges viták, van, amikor pedig mélyen megosztó politikai viták. Egy olyan vita pont, amiben különböző álláspontok vannak, és a magyar álláspont az karakteres, az például, hogy milyen módon kell és érdemes megsegíteni Ukrajnát.
míg az Európai Uniónak több másik tagállamja, a legtöbb tagállamja úgy gondolja, hogy egyrészt kell egy fejlesztési forrást vagy segítséget nyújtani, de szerintük a legfontosabb segítség az a hadi anyagban, a fegyverekben, talán most már hát nagyon felelőtlen és riasztó elgondolások szerint akár katonák küldésében is mutatkozik meg. Addig mi úgy gondoljuk, hogy a szenvedő embereknek segíteni kell, a belső menekülteknek segíteni kell Ukrajna területén, a lerombolt területeken, ahol már lehetséges az újjáépítéshez hozzá kell járulni, de határozottan ellenzünk minden olyan Európai Uniós támogatást, amelyik az eszkalációt tüzelheti föl, amelyik nem az azonnali fegyvernyugvás irányába, hanem a háború elhúzódásának az irányába mutat. És ezzel kapcsolatban az elmúlt hónapokban volt egy nagyon súlyos és komoly vita az Európai Unión belül. Az Európai Uniónak a legtöbb és hát béke pártisággal nem vádolható tagállama, illetve uniós intézmények létrehoztak egy Ukrajna eszköz nevezetű segítségnyújtási keretet. Mi ezt elleneztük azért, mert nem láttuk garantáltnak azt, hogy ellenőrzötten kerül a forrás átadása. Nem láttuk garantáltnak azt, hogy nem használhatják fel, hogyha ellenőrizetlen a segítségnyújtás fegyverkezése, illetve ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Magyarországnak járó adott esetben igazságtalan politikai nyomás miatt befagyasztott uniós források, azok ne kerülhessenek Ukrajnába. Akkor egy nagyon súlyos vita után kötöttünk egy egyességet, amiben a mi szempontjainkat tudtuk érvényesíteni, tehát hogy fegyverkezésre nem lehet felhasználni, illetve magyaroknak járó forrás nem kerülhet Ukrajnába. De ennek az ukrajna eszköznek a gyakorlatban való érvényre juttatása volt az egyik vitapont, amit Brüsszelben a tanácsülésen most megtárgyaltunk. Úgy fogalmazott ugye az elején, hogy a Soros elnökségnél például majd itt ezen a találkozón is máshova kerül a hangsúly, vagy más fókuszban lesz. Mi az, amit Magyarország mondjuk változtatna témaként egy ilyen találkozó kapcsán? Elsősorban az egész fejlesztés és humanitárius segítségnyújtásnak az alapelvét szeretnénk, hogyha minél többen átvennék, és hasonlóan gondolkozó tagállamokkal találkoznánk, és erősítenénk egymást, és ez az az alapelv, hogy az Európai Uniónak a válságövezetekben fejlődő világban való szerepvállalása arra kell, hogy törekedjen, hogy az emberek ott maradjanak, mert legyen egy jövőképük. Tehát az Európai Uniónak a humanitárius és a fejlesztési segítség nyújtását is fel kell használnia arra. Célja kell, hogy legyen ennek a politikának, hogy megelőzzük a migrációt. Az embereknek a humánus eszközökkel, tehát partnerséggel való helyben tartásával. Ez egy alapvető politikai törekvés, ami áthatja az Európai Uniónak a migrációs politikáját is, és át kéne hatnia. A másik pedig egy olyan jelenség, amit mi nagyon károsnak gondolunk. A válság övezetekben, európai kontinens szomszédságában előfordul az, hogy nagy szükség lenne humanitárius segítségnyújtásra, illetve az adott országnak, hogy megtartsa az állampolgárait fejlesztési partnerségre. Ugyanakkor ezekben az országokban olyan kormányok vannak, amelyek nem felelnek meg az Európai Unió szélsőségesen liberális alapelveinek. Persze nem mindig csak arról van szó, hogy az adott országban hogy viszonyulnak például a melegházasságnak a kérdéskörére. Van egy olyan helyzet is, amikor bukott államok esetében, fegyveres konfliktus esetében az adott ország nem felel meg minden európai értelembe vett demokratikus normának, és éppen ezért ilyenkor az Európai Unió feltételekhez köti ezt a segítségnyújtást. Egészen konkrétan például olyan
az adott kultúrkörben értelmezhetetlen feltételeket köt, mint hogy az adott ország a melegházasságot legalizálja. Akkor kap humanitárius vagy fejlesztési támogatást, hogyha egy adott afrikai ország a melegházasságot legalizálja. Hogyha pedig nem tesz így, ennek a liberális ideológiai gyarmatosítások nem tesz eleget, akkor pedig nem kapnak fejlesztési forrásokat. Tehát ez az, amit mi minden lehetséges eszközzel szeretnénk megfordítani ezt a gyakorlatot, hogy liberális ideáknak, gondolatoknak a rákényszerítés legyen az alapfeltétele a humanitárius vagy fejlesztési segítségnyújtásnak. Egyrészt azért, mert minden partnerünkkel tisztelettel kell, a kölcsönös tisztelet egyben kell beszélnünk és tárgyalnunk. Másrészt pedig, mert az a tapasztalat, hogyha az Európai Unió nem bocsátkozik fejlesztési partnerségbe ezekben az országokban, akkor nevetve bejön egy globális értelembe vett versenytársunk, egy másik ország vagy egy másik hatalom, és ők nem támasztanak ilyen feltételeket, hanem fejlesztési partnerség címével gyakorlatilag gazdaságilag gyarmatosítják az adott országot. Ez a szemléletmód, amit alapvetően elv szintjén szeretnénk megváltoztatni, és hogy gyakorlati dolgot is mondjunk, azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió más megközelítéssel forduljon az afrikai száhelövezetnek az országaihoz. Akkor is, hogyha ott egy fegyveres konfliktus van, akkor is, hogyha puccsal került hatalomra egy de facto kormányzat az adott országban, akkor is építsük ki a párbeszédnek a csatornáit, hogy ne hagyjuk magukra azokat az embereket, akik ezekben az országokban élnek. Legutóbbi adásunkban Hölvényi György, európai parlamenti képviselő volt a vendégünk, és vele beszéltünk ugye arról is, hogy a Hungary Helps programot már szerinte jegyzik az Unióban, hogy eljutott odáig ez a program, hogy tudják az ottani képviselők is, hogy mi ez a program, sőt vannak követők is. Mit gondol a Hungary Helpsnek, mit fog tenni, vagy okozni, vagy segíti a népszerűségét, vagy mi lesz a haszna a soros elnökség kapcsán? A Hungary Helps programnak az eredményeivel és az európai ismertségével és elismertségével kapcsolatban van helye a szerénységnek, és van helye a büszkeségnek. Van helye a szerénységnek, mivel ez egy mindössze 7 éves program, és a támogatás politika a terén van mit tanulnunk, és folyamatosan tanulunk is azoktól az országoktól, akik adott esetben már a II. Világháború óta jelentős szereplője a nemzetközi segélyezésnek és fejlesztési partnerségnek. Ugyanakkor van mire büszkének lennünk, mert 7 évvel ezelőtt egy nyugaton újszerűnek ható és egyedülálló megközelítést választottunk, és ez a megközelítés az, hogy foglalkozunk az üldözött keresztényekkel, foglalkozunk a fejlesztés politika eszközén keresztül a békés vallásközi együttéléssel, és felismertük azt, hogy a hitelvű keresztény humanitárius szereplőknek milyen értéke van, milyen módon ők a legjobb szereplők arra, hogy eljutassák a legkiszolgáltatottabb közösségeknek a segítséget. Éppen ezért akkor még egyedülálló módon a magyar kormány a Hungary Helps program keretén belül nagy hangsúlyt fektetett a keresztény egyházakkal és hitelvű szereplőkkel közös humanitárius és fejlesztési segítségnyújtásra. Ez egy olyan megközelítés volt, amiről korábban beszéltünk erről, először megrökönyödés és kritikákat váltott ki. Nem fért bele sokszor a nyugati politikailag korrekt világképbe az, hogy hitelvű szervezetekkel együtt érdemes és kell dolgozni. De aztán látták az eredményeinkből, hogy sok esetben olyan közösségek, olyan válságövezetek esetében értünk el eredményt, juttattunk el valós segítséget, amely közösségek, területek számára a sokkal tehetősebb nyugati programok nem tudták ezt elérni. Nem tudták elérni, mert az egyedüli, a terepen jelen levő szervezetekkel, az egyházakkal nem dolgoztak együtt. Tehát a Hungary Helps program szempontjából az mindig egy tanulási lehetőség, amikor egy Európai Uniós fórumon részt veszünk, de egy dolgot nem tanulunk meg, ez a
álszent semlegesség, politikai korrektség képzett, ami csupán azzal zárná ki a hitelvű keresztény humanitárius szereplőket, mert hogy az szerintük, egyébként szerintem meg nagyon hibásan szembe megy a pártatlanságnak az alapeszményével. Nem megy szembe, hiszen a keresztény humanitárius szereplők mindenkinek segítenek, nem csak a keresztényekkel. Amikor az Európai Unió tanácsának a soros elnöksége, Magyarország által betöltött soros elnökségének a lehetőségéről beszélünk, akkor az a lehetőség is adott, és ezt mi megpróbáljuk kihasználni, hogy bemutassuk ennek a modellnek a célra vezető voltát a nálunk sokszor tehetősebb nyugat-európai programoknak is. Ha megengedi, mindenképp beszéljünk egy másik témáról is, hiszen nemrég volt egy fontos találkozó, az örmény külügyminiszter látogatott hazánkba. A diplomáciai kapcsolaton túl miért volt fontos ez a találkozás? Magyarországnak az alapvetése a geopolitikai különböző területeken, így kifejezetten a konfliktusok területén, hogy mi mindig a békét szeretnénk szolgálni, a békét és a szenvedő embereket. Nekem személyesen a magyar örmény származásom miatt mindig fájdalmas a 3 évtizedes karabahi konfliktusra, az örmény-azeri konfliktusra gondolni. Ezért volt fontos az, hogy ezen a területen, ebben a konfliktusban is ezt az előző 2-es elvet teljesíteni tudjuk, és teljesíteni tudtuk. Egyrészt hozzájárultunk a békéhez, a magunk kis, de talán szimbolikájában jelentős módján, másrészt pedig a szenvedő embereknek a segítségére siettünk, a konfliktus kárvallottjainak a segítségére siettünk mind a két oldalon. Magyarország részvállalása a konfliktus rendezésében az volt, hogy az elmúlt években, például 2021-ben sikeresen mediáltunk Örményország és Azerbajdzsán között, Azerbajdzsán területén fogságba esett és fogva tartott örmény embereknek a szabadon bocsátása érdekében. Azerbajdzsán fontos stratégiai partnerünk, Örményországgal 2 éve rendeztük a diplomáciai kapcsolatunkat, elfogadták Magyarországot, ez a két fél, mint közvetítő médium. Azerbajdzsánban a karabahi konfliktus elején lerombolt területeken újjáépítést támogatunk, Örményországban viszont jelentős segítséget adunk a Karabakhból Örményországba települő örmény embereknek a megsegítésére. A tavaly 40 millió forintot adtunk gyors segélyként ezeknek az embereknek az ellátására. Most pedig a héten a külügyminiszteri találkozó nyomán Szijjártó Péter külügyminiszter úr bejelentette a Hungary Helps programnak az újabb támogatási programját, aminek a keretében mintegy 300 millió forinttal támogatunk örményországi karitatív és humanitárius célokat. Ezen kívül pedig vállaljuk és felajánlottuk karabahi örmény gyerekeknek a magyarországi táboroztatását. Tehát ezek azok az új támogatások, amiket bejelentettünk, és nem pontosan a külügyminiszteri találkozóval kapcsolatos, de mégis témájában ide kapcsolódik, amit most ebben a beszélgetésben jelentetek be először, bár főleg a magam számára nagy horderejű dolog, hogy a következő napokban, e hét hétvégén Irakba látogatok, Irakba megyek humanitárius Hungary Helps misszióra, de ennek a keretén belül részt fogok venni a Hungary Helps program keretében megépített, újjáépített örmény templomnak az átadásán. Irakban is jelentős örmény közösség van. Az iraki és a szíriai örmények nagyon sokat szenvedtek az elmúlt egy évtizedben, ugyanis az iszlám állam, mint minden keresztényt,
gyakorlatilag tömeggyilkos atrocitásokkal sújtott, elűzték őket a szülőföldjükről, és tömeggyilkosságokat követtek el a körükbe. Nagyon büszke vagyok arra, úgy is, mint a Hungary Help szolgálat vezetője, de úgy is, mint a örmény származására büszke magyar ember, hogy az egyik ilyen együttműködésünknek a gyümölcse beérik, és az iraki Zakó településen az örmény közösség egy új templomot kap. Mi pedig be fogunk számolni róla, úgyhogy várjuk majd önt vissza, a máshogy nem itt telefonon. Azbej Trisztán, köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm szépen.